Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon, egy hol videót hozok nektek. Képzeljétek, nosztalgikus pillanatok, rég volt már ilyen a csatornán. Igazából Incusnál láttam, és onnan jött az ötlet, hogy akkor én is készíthetnék egyet, illetve összegyűlt pár olyan cucc dolog, termék, cucc, vásárlás, amit szívesen rendelés, amit szívesen megmutatnék nektek egy ilyen hol videóban, úgyhogy bízom benne, hogy tetszeni fog nektek, tartsatok velem, és igazából lesz itt, minden lesz itt, Zara Home lesz, Gentleman's Store lesz, Tesco, úgyhogy kezdjük is. Kezdjük szerintem a Zara Home-mal, az az igazság, hogy nagyon-nagyon szeretek vásárolni a kis otthonunkban, nagyon szeretem csinosítgatni az otthonunkat, és megpróbálok figyelni a részletekre, úgyhogy igen, a Zara Home-at egy olyan oldal, ahova jobb, ha nem megyek fel, mert általában, ha oda keveredek, akkor rendelek is tőlük pár dolgot. Nem tudom, nagyon-nagyon jól végzi a munkáját ott a fotós, illetve a designer, vagy hát aki komponálja a fotókat, mert egyszerűen mindenhez úgy megjön a kedved, annyira igényes, annyira szépek a dolgok amúgy is. A kiküldés annyira nem mindig makulátlan, ugyanis többször volt már olyan, hogy sérülten érkeztek hozzám a cuccok tőlük, és most is így történt, de nagyon-nagyon segítőkész, és nagyon jó az ügyfélszolgálat, ugyanis egyből intézték is az ügyemet, és jött másnap, két napra rá a retúr, vagy hát mi ez nem is retúr, hanem a helyettesítés. Ez a gyengém egyértelműen. Nem a ruhák, nem cipők, nem táskák, de bármi, ami a kis házunkba jól mutatna, az igen. És hát minden, ami dekor, meg ilyen kis karácsonyi szírszar, mondhat minden, nem szírszarok ezek, mert ezek nagyon-nagyon magány kis dolgok. Imádom a csomagoló papírokat, a szép csomagoló papírokat, úgyhogy rendeltem egy ilyet, és ez valami csodálatosan gyönyörű, úgyhogy biztosan ebbe is fogom csomagolni én az ajándékainkat. Ilyen pici apróságok hihetetlen boldogsággal tudnak eltölteni, nagyon érdekes, de minden ilyen kis szép dolognak nagyon-nagyon tudok örülni. Rendeltem ilyen némtegeket, kis piros csiptetővel, és akkor ugye karácsonyi vacsoránál például szépen a szalvétára tudom csiptetni mindenkinek a nevét, hogy hova üljön. Aztán ugye a konyhánkban van egy tábla, egy kréta tábla, és ahhoz rendeltem krétákat, ezt nem feltétlenül akartam, mármint nem volt célom, csak megláttam, aztán bedobtam a kosárba, sima fehér kréták, és akkor igazából az lenne az ötlet, vagy hát az lenne a cél, hogy szépen valami kis karácsonyi motívumokat rajzolják a táblára. Még nem volt rá időm, de meg szeretném csinálni mindenki. Rendeltem még ugyancsak az ajándékcsomagoláshoz ilyen kis karácsonyi csomagoló pántokat, vagy hát mi ez? Christmas bow, azt írja rajta. Igen, ebből nagyon szép maslit lehetne készíteni. Na és hát, amit sosem tudok nélkülözni, vagy hát mindig benne van a rendelésemben, amikor rendelek a Zara Home-ról, szalvéta, és ez, kettőt rendeltem, igen, ott van a másik is, karácsonyfa formájú, mintájú szalvéta, hát na, kell lenni a szebb dolog, tényleg a karácsonyi asztalra. Ez a másik, ez pedig citromos, picit, hát nyáriasabb hangulatú, mondhatni, de szerintem nagyon-nagyon szép, úgyhogy igen, gyönyörű szalvéták vannak egyébként a Zara Home oldalán, szalvéták is, és minden más is. És, ami még jött, és ezeket is egyszerűen imádom. Dekor szempontjából is nagyon-nagyon jók, illetve tényleg jó illattal is rendelkeznek, ugyanis ezek lakásillatosítók, ilyen kis pálcikás, tudjátok, kettőt vettem, van már itthon egy pár. Elég borsos árral rendelkeznek, úgyhogy nem szoktam újra venni őket, hanem új üvegeket veszek, és akkor esetleg ezeket max feltöltöm majd utólag. Az egyik az a Chimney, ez így néz ki, szerintem csodálatos, ez pedig a Bergamo Rose és Leather. Mind a kettőnek tényleg nagyon-nagyon jó illata van, minőségben is egyébként jók ezek az illatosítók, viszont, hogy is mondjam, azért nem tartanak nagyon-nagyon sokáig, tehát hogyha rendesen forgatod a kis pálcikát, akkor nem mondom azt, hogy hónapokig itt vannak ezek az illatok a házunkban, de mondom még egyszer, dekorelemként is nagyon-nagyon jól szolgálnak. Viszont amivel még szoktam illatosítani itthon, és nem jut eszembe a márkája, pedig egy nagyon, hát hogy is mondjam, elterjedt és ismert márka, mindegy, majd ide rakom a képet. Na ezek nagyon-nagyon jók még, és árban azért tényleg nagyon durván kedvezőek, és jók az illatok is. Szóval ezeket én ajánlom nektek, hogyha valami költséghatékonyabb megoldásra vágynátok, de ezeket azért semmi sem tudja felülmúlni, tényleg. A következő rendelésem a Gentleman's Store oldaláról érkezett. Hallhatatok már róluk
nálam tavaly is, tavalyi vlogban, és igazából ez egy olyan férfiaknak szóló oldal, ahol ilyen nagyon exkluzív termékeket találhattok, nagyon vagány exkluzív termékeket, is mondjam, ilyen keresek egy szót is, és nem találom. Kifinomult, ez az. Tehát kifinomult termékeket tudtok vásárolni ezen az oldalon, egyébként nagyon sok minden van, nagyon sok márkától, és férfiaknak, tehát apukáknak, barátnak, fiútestvérnek, nagypapának, igen, tudtok rendelni, de nem csak, mert én is találtam olyan dolgot, ami nagyon-nagyon tetszett, sőt, ezek közül is lesz olyan, amit én tartok meg személy szerint, mert nagyon-nagyon tetszik. És akkor mutatnám is, hogy mik érkeztek. Olyan márkák is vannak egyébként az oldalon, amiket nem annyira egyszerű megtalálni máshol, és akkor így ugye egyben van minden ezen a webshopon. Mutatnám is szerintem, hogy miket rendeltem Dávidnak, mert nagyon vagány cuccok érkeztek, nagyon jó karácsonyi ajándékötletek is vannak egyébként, tehát tényleg itt biztos találtok karácsonyi ajándékot, és ugye nagyon nehéz általában férfiaknak vásárolni, de itt biztos, hogy lesz. Na hát képzeljétek, rendeltem neki egy nagyon vagány kulcstartót, ez egy Orbit Key kulcstartó. Egyszerű és nagyszerű, nagyon szépen lehet rendszerezni a kulcsokat rajta, és egy matt fekete bőr kulcstartóról van szó, aminek a kis oldalára, a másik oldalára fel lehet rakni ugye a kocsi kulcsot is. Szóval ez egy olyan Jolly Joker darab szerintem, aminek mindenki örülhet, és elég régi már a kulcstartója Dávidnak, szóval gondoltam, hogy mindenképp jó lehet egy ilyen. Na ez totál izgalomba jöttem, mikor megláttam, mert nekem ez nagyon-nagyon bejön, és akár apának is vehettem volna egy ilyet, az az igazság, ez egy kis körömkészlet, picike, cukika, de benne van minden, amire szüksége lehet egy férfinak, ugye általában ezt használja apa is, egyébként meg Dávid is, de kellhet egy körövágóló, kellhet egy, szemöldöcsip, ez Dávidnak kell, mert innen középről szokta magának szedni, van benne egy reszelő, és azt nem tudom, mennyire fogja használni, egy bőrfelnyomó, és szerintem ez egyébként bőrvágó. Na szóval a lényeg az, hogy egy ilyen körömkészlet szerintem nagyon jó, ha van nekik. Folyamatosan csak kalódik a kis körömvágója, szóval így, hogy ez megvan egy ilyen készletben, ez nagyon szuper. Most már bánom, hogy nem vettem apának is, mert szerintem neki is nagyon tetszene. Apának rendeltem viszont ezt a szappant. Annyira jó illata van, hogy ezt megtartanám szívesen magamnak is. Apa nagyon szereti egyébként a nem túl parfümös illatokat, tehát szerintem ez neki amúgy bejönne, mert kellemes nagyon, és ugye egy szappanról beszélünk, Birchwood és Spice Room, valami elképesztően fincsi és nagyon-nagyon jól néz ki, illetve még érkezett neki egy nagyon menő ing is, amikor megláttam ezt a Barbour inget, igen, Barbour márka is kapható egyébként a Gentleman Store oldalán, szóval amikor megláttam ezt a Barbour márkájú inget, akkor egyből apára gondoltam, mert imádja ezeket a vagány színeket, tehát apa szeret színesen öltözködni, és nincs már nálam az ing, mert hordja, láttam rajta legalább 3-szor, amit odaadtam neki, és az anyaga, tehát prémium minőségű az igazság, úgyhogy gondoltam, hogy meglepem őt egy ilyennel, mert ugye ingekben szokott járni azért, hát majdnem minden nap, úgyhogy az már nála van, és Dávidnak rendeltem még egy nagyon menő pénztárcát, ami képzeljétek, utána jártam itt a dolgoknak, az igazság, egy fekete matt csinos pénztárcáról van szó, ugye vele lehet rakni szépen a pénzt, stb. De ami a lényege ennek, amúgy a márkát nem annyira tudom kiolvasni. Nem akarok hülyeséget mondani. Ez a márka amúgy. És a lényege az ennek a kártyatartónak, hogy így ha ezt meghúzzuk, akkor kiadja szépen sorba ki, pattannak a kártyák belőle, és védi is a kártyákat ez a rész itt, ugyanis úgy van megoldva, hogyha ilyen kártyaleolvasó kerül közelébe, akkor ugye nem tudja lehúzni, tehát igazából nem tudnak meglopni, vagy nem tudják lehúzni a kártyádat. Sima pénztárcában ez abszolút megoldható, de ebben nem, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon dizájnos, de nagyon praktikus is jól ki van találva, úgyhogy ez egy menő darab, én úgy gondolom, és nagyon fog megkörülni Dávid. Louisy Muzinak is rendeltem kettő dolgot, egy kutyasampont, illetve egy Barbour kacsát, amit el kellett raknom előle, annyira szereti, és már láthatjátok, hogy megcsócsálta. Szóval el kellett raknom, míg leforgatom ezt a videót, hogy ne szedje szét teljesen, mert annyira szereti ezt a kacsát, úgyhogy ez a két dolog az övé. Dr. Harris szappant rendeltem még. Gondolkozom, hogy ezt apának, vagy inkább Dávidnak adjam majd oda, vagy én tartsam meg. Mert
annyira finom az illata ennek a szappannak, és annyira jól néz ki, és ez egy nagyon jó márka egyébként, hogy lehet megtartanám szívem szerint. Tényleg ennyire hihetetlenül jó kis cuccok vannak férfiaknak, tehát kozmetikumok, ruhák, táskák, pénztárca, ugye kulcstartó, tehát tényleg annyira sok kategória található, és minden ilyen minőség, és mondom, kifinomult. Exkluzív. Különleges. Na, tényleg, ez az igazság. Érkezett még, ezt Dávidnak vettem, megmondom őszintén, nem tudom, hogy fogja használni, mert sokszor ilyenkor télen ugye kiszárad neki az ajka. Szia, Nyuszi! Mi az? Fogod használni? Vigyázz! Fogod használni? Ez ajakápoló. Persze. Neked vettem, Maci. Nincsen illata. Ilyen férfiaknak való. Salt and stone. De most komolyan kérdezem, sunscreen-es lipam. Nem hiszem. Biztos? Kérlek! Szia, Nyuszi, itt a kacsád. Itt a kacsád. Most mindenki engem meglátogat, úgy látom. Kéred a kacsidat? Elviszed? Elviszed a kacsimacsit? Hol van? Érkezett még egy Trumper Lemon Shampoo, tehát ilyen kisebb kiszerelésű sampon. Ezt azért rendeltem, mert mikor utazunk, akkor Dávid mindig a nagy samponját hozza magával. Szóval gondoltam, hogy ez is jó lehet ilyen szempontból neki, mert ez egy kis kiszerelés, ugye? És jobban befér a neszeszerbe, illetve kettő Margis terméket is rendeltem. Ez az egyik kedvenc fogkrémünk, legalábbis az enyém, az biztos, az én kedvencem. Ez a Margis Whitening Mint fogfehérítő, és rendeltem hozzá egy ilyen kis kütyűt, ilyenem még nem volt soha, de ez nagyon praktikus, ugye belerakod a fogkrémet, és akkor tekered, tehát az összeset, az egészet ki tudod belőle nyomni, és nem kell kínlódni vele, úgyhogy szerintem ez egy vakány kis kombó. Ez a csodás könyv is a Gentleman's Store oldaláról érkezett, Hide and Seek, gyönyörűséges kis, hát nem csak faházikók vannak benne, hanem ilyen, hát nyaralók, szerintem nyaralók, románul cabana. Igen. De annyira jó lapozni, és annyira megnyugtató, és annyira jó egyébként inspirálódni az ilyen könyvekből, mert ez, na, hát szép, gyönyörű, és jól néz ki a polcon, úgyhogy igen, ez is tőlük érkezett. Jó, masszív, nagy, szép darab. Gyönyörű ez a könyv, tényleg. Hide and Seek. The Architecture of Cabins and Hideouts. A jó hét is szeretném veletek megosztani, egy 20%-os kupon van már most érvényben a Gentleman's Store oldalán, GS Karin 20 a kód, de mindenet lesz az infoboxban, link is, stb. 10 napig él ez a kód, tehát 10 napig tudtok 20% kedvezménnyel vásárolni, és mindenre érvényes a kedvezményes termékeken kívül, ugye? Általában ez így szokott lenni, úgyhogy csekkoljátok a leírást, és ne felejtsétek el, 10 napig él a videó publikálásától számolva. Rendeltem posztereket, és nagyon-nagyon szépek tényleg az összes gyönyörű, amit rendeltem, ugyanis szerettem volna picit, hát karácsonyira varázsolni a hangulatot, ünnepire varázsolni a hangulatot a nappalinkba. Ugye megcsináltam a kandallónál a kis részt, stb. Viszont arra gondoltam, hogy a poszterek lecserélése is meg még egy olyan kis részlet lehet, ami sokat dob majd a nappalinkon, és mennyire igazam lett, mert nagyon-nagyon szép karácsonyi posztereket rendeltem. Volt ugye együttműködésem velük tavaly, ez most nem együttműködés, de mindenképp szerettem volna lecserélni ezeket a posztereket. 30x40-es méretben rendeltem őket, és nagyon-nagyon szépek lettek, tényleg minőségi poszterek érkeztek nagyon-nagyon hamar, és volt egy Black Friday-os akció. Én azt használtam ki, és sokkal jobb árban tudtam hozzájuk jutni, de biztos van valamilyen karácsonyi szél is, úgyhogy érdemes körülnézni. Bevágok nektek egy ilyen videót, hogy lássátok, hogy pontosan miről van szó. Egyébként több méretben elérhető az összes poszter, és kereteket is tudtok választani hozzájuk az oldalon. Van, ha jól tudom, fakeret, mármint, hogy ilyen rendes fahatású, van fekete, és talán még van valami a másik színű is, nem vagyok már benne biztos, de meleg szívvel ajánlom nektek ezt az oldalt is, szóval Poster Store, és nagyon fel tudja dobni a hangulatot, meg úgy az egész milliót, hogy egy ilyen különleges szót használjak a házban, úgyhogy gyerekszobában, nappaliban, hálószobában szerintem nagyon-nagyon jól mutatnak ezek a szezonális poszterek. Bögrék! Hármat is szeretnék nektek mutatni, ugyanis ez a három új szerzemény. Ez a kettő Zara Home egyébként, gyerekosztály, hogyha keresnétek, akkor ott keressétek. Mindkettő szerintem csodálatos, hát ez, mi ez a
karácsonyi vásbögre, és ez is nagyon-nagyon szép. Ezt egyébként Zsiszkből vettem, nem, bocsánat, Pepco. Ez Pepco, igen, néha keverem a szezont a fazonnal, és van ilyen kis tartókája, és szerintem ez külön vagán is jól néz ki. Nézzetek szét, mert bögréből sosem elég, ez az én mottóm, Dávid rosszul van tőlem, a bögréimtől, de engem ez nem érdekel. Halmozni fogom a bögréket, míg élek, én ebben biztos vagyok, mert egyszerűen imádom őket. És ugye egy nap legalább hát kettőt használok mindig, mert minimum kettő kávét iszok egy nap, és nem szoktam ugyanabban elkészíteni, mert már beleszárom ugye reggeltől délutánig, és akkor az olyan undi. Úgyhogy kettőt szoktam, de valamikor hármat. Úgyhogy nekem kell a bögre, nekem, és még este valamikor iszok egy pohár tejet. Mint bögre tejet. Úgyhogy nincs olyan, hogy túl sok bögre. Higgyetek nekem. Tesco gömbök. Vettem 4 ilyen karácsonyi gömböt Tescóban. Nyíregyházi Tescóban voltunk. Egyébként ritkán járok, az az igazság, nálunk nincs, és amikor beszabadulok, akkor nem tudok ellenállni az ilyen dolgoknak, meg hát a pizsiknak, mert abból is lesz pár. Szóval ezek szerintem annyira szépek, nem voltak nagyon olcsók, az az igazság, de általában a szebb karácsonyi dekorok nem annyira olcsó, úgyhogy igen, 4-et vettem, és szerintem mind csodálatosan szép, úgyhogy ez biztos idén felkerül a karácsonyfánkra, tehát ezek felkerülnek. Horváth Ilona illusztrált szakácskönyv. Az az igazság, hogy klubkárttal lejött még belőle 20 vagy 25, 20% azt hiszem, úgyhogy nem tudtam otthagyni, és bár nem vagyok egy nagy konyha tündér, ezt lehet, hogy tudjátok páran, mégis úgy voltam vele, hogy ez nekem kell, mert lehet, hogy igazából megjön a kedvem, csak úgy lapozgatni is egyszerűen csodálatos, annyira szép ez a könyv, és minden kategória van benne, tehát tényleg mindent lefed. Azt fogott meg benne, hogy mennyire szép, én nagyon-nagyon értékelem azt, ha valami ennyire szépen van megírva, és főleg megrajzolva, úgyhogy ezt én megvettem, ugye kedvezmény is volt rá, ja, és kettőt vettem belőle, egyet magamnak, egyet pedig Incusnak, mert hát Inez ugye nyilván sokkal több időt tölt a konyhában, mint én, úgyhogy arra gondoltam, hogy neki aztán pláne jól jön egy ilyen, akár a fa alatt. Na és akkor Tesco pizsik, ezekre is volt kedvezmény egyébként, és na, nagyon-nagyon tetszett mind a három, úgyhogy mind a hármat megvettem, és tudom, hogy lehet, hogy már szükségem pizsire, de mentségemre szól, hogy én tényleg nagyon-nagyon sokat vagyok pizsiben itthon is, sokszor dolgozom pizsamában, úgyhogy ezek nekem inkább ilyen itthoni szettek is, meg alvós szettek is, na hát ez a Forever Friends-es macis pizsi, ez valami, hát elképesztően csodálatos, az anyaga is nagyon-nagyon jó az összesnek, és igazából ami fontos volt, az, hogy a nadrágnak az alja az ilyen legyen, tehát ilyen szűkített, mert szeretem ugye berakni a zokniba a pizsi nadrágot, ez egy kötelező dolog nálam, tehát a bőpizsiket egyáltalán nem csípem, mert nem tudom berakni őket a zokniba is, éjszaka nem kényelmes egyáltalán, de napközben sem egyébként, úgyhogy mivel ennek ilyen volt az alsó része, ezért ez egy befutó darab volt, és hát nagyon szép tényleg, az anyaga is jó, kényelmes, puha, szóval ez az egyik. A másik az egy Snoopy-s pizsi, ennek is ilyen az alja, az alsó része, úgyhogy ez is nyilván jött velem, csillagos, szürke csillagos, és ilyen pufi, rózsaszín pufis felső része van, és van rajta egy nagy Snoopy. Úgyhogy ez is szerintem nagyon jó, ez egy téli pizsi nyilván, egy nagyon meleg téli pizsama, és ahhoz képest jó árban voltak, én úgy gondolom. És a harmadik, az is nagyon-nagyon tetszik nekem, sőt, igazából szerintem ez a legpuhább az összes közül. Amit elfelejtettem mondani, egy hátránya van az összesnek, az, hogy nincs ilyen megkötő része a nadrágnak, vagy megkötő kis, tudjátok milyen nadrágnak, mert én szeretem fent megkötni, és picit bő is nekem ez, úgyhogy én valahogy azt megoldom, hogy tegyünk bele. És igen, szűk az alja, pihe puha, kényelmes. Rövid ujjú felső van hozzá, így néz ki. Itt van micike rajta, szóval ez a rövid ujjú bézs felső, és figyeljetek, most jön a lényeg, van hozzá egy ilyen extra puha, extra macis, csíkos, kockás, ez inkább maci felső. Hát milyen csodálatos ez, és mondom, klukkáltal kedvezményes volt, úgyhogy én ebből nagyot vettem, 44-46, mert nem volt rám jó a nadrág, mármint rövid volt a szára. Ugye ebből én nagyobbat kellett, hogy vegyek, nem tudom, hogy egyébként kisebbek a méretek, és itt is rá van írva, hogy mini, dupu.
annyira jó. Na hát ennyi lett volna, ezeket szerettem volna nektek megmutatni, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsétek el, hogy a Gentleman Store-os kupon 10 napig van érvényben, de minden infót megtaláltok ugye az infoboxban, a leírásban. Ennyi lett volna. Igen, megvagyunk, szerintem nagyjából megvagyunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni, illetve lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett. Köszönöm szépen, csikulahaja. Na most pedig mindent elpakolok. Puszi, sziasztok!